Szépi Szilágyi Erzsébet gimnázium 10. B-osztályának péntekre. Nagyon sok szeretettel. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road, leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Már egy csodálatos témát tartogattam nektek, Valasi Bálint költészetét fogjuk venni. De mielőtt belekezdenénk, nézzünk már egy népsort, mert annyira fog híjasan vagytok. Netta, elmondanád nekem a hiányzókat? Tanárnőnek tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 40, hiányzik Fritz Anna, Vámos Arman, Mustok Sára. Jó, köszönöm szépen. És Marci? Tényleg, Marci, de rég láttuk! Egész jó lesz. Jó napot! Meg valamit kértem? Már vártalak. Megvan. Hoztad a pénzt? Nálam van, igen. Mert úgy jársz, mint az ott! Ken, de mit csinálsz éppen forgatás közben? Nem szeretnék semmiféleképpen úgy járni, itt van a pénz. Köszönöm. Telített! Igyekeztem. Parancsoljon, itt a méreg. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét kívánok. Jó estét kívánok. Tudomásom szerint ön lesz a pincérünk majd az esti vacsorámnál. Így van. Egy kérésre fordulnék majd önhöz, lesz egy magas fickó, öltében fog ülni. Neki a séf specialitását kéne majd kivinni. Persze, nagyon szívesen, akkor vele kezdem a szervírozást. Nagyon szépen köszönjük. Kérem. Szép estét. Hol van már a szétel? Egy órája erre várunk. Ne idegeskedj már, apa. Mindjárt hozzá. Hát anyu, téged sem a szívrom fog elvinni, az biztos. Neked sem lesz öröztő. Elnézést kérek, már is hozom az ételt. Parancsolnak még valamit? Nem, köszönöm. Mikor lesz már kész az étel? A vendégek borzasztóan türelmetlenek. Nem kell aggódni, nem sokára készen lesz. Már csak egy apró trükk. Mi família? Hogy sikerült a tavalyi évetek? Az átlagotok mi lett? Hát, én 4,2-vel zártam az évet. Lehetett volna jobb is. Képző nagyapa, én kitűnő lettem. Sőt, németből még dicséretet is kaptam. Büszke vagyok rá. Én is színletes lettem. És ki is a német tanárod? Nekem Brinyani tanárnő. Képzett olyan jó német tanár. Készült nyelvvizsgázat. Hát, Ermánó, rád nem vagyok büszke. Sikerült volna az jobban is. Ez most ilyen lett, amigó. Talán majd idén. Remélem. Amúgy miért kérdezted, ki a német tanárom?
Azért, mert képzeljétek el, letettem múltkor a francia nyelvvizsgámat, és azon gondolkoztam, hogy elkezdenék németet is tanulni. Na, ez tök jó. Talán csak elmenni tudom. Köszönöm. Szép színe van. Nagyon jól néz ki. Jó, hogy vált kívánok. Köszönjük. Én nem szeretem az uborkát, én ezt nem eszem meg. Én pedig a paradicsomat, én sem eszem meg. Nagyon sajnálom, már is előszem. Köszönjük. Nagyon nagy itt. Végig nem vártam már. Szóval semmi mindig arra pár lesz volt. Nem, annyira szeretem. Előbb még a fejedem volt. Lányok, nem láttátok a nagyapa szemű vegét? Nem látom az asztalon. Nem, itt sincs. Itt sincs. The next day. Tudok pár információt Marciról, szeretné hallani? Mit tudsz? A vacsoránál történt az incidens. De hát ott voltam. Nem közvetlen történt. Ezt hogy érted? Armanda lette meg méreggel. De hát testvérek. De nekem meg mindig igazam van. Ezt nem hiszem el, te k***va. Pontosan hol vagyok? Az alvilágban. Ez a hely pont olyan, amit Békési tanárnő tanította. Téged is Békési tanárnő tanított? Igen, téged is. Engem is. Engem nem. Nem tudtam elbúcsúzni a családomtól. Tudtok segíteni? Lehet olyan idős hölgy, aki tud segíteni az ilyenekben. Gyere velünk, és megnézzük, hát ha tud tenni valamit. Should be stuck by
egy úr a pokolban is legyen úr. Lajosan el is indulok, 15 perc és ott vagyok. Tudod öcsém, hogy szeretem, a Jack Daniels küldve legyen. Mi nálunk ilyen az, amikor beindulunk. Megérkeztünk, innentől mi már nem tartunk. Innentől egy időt kell megoldanod. Gracias, señorita. A csajosok küldtek magához. Azt mondták, hogy maga tud nekem segíteni, hogy viszont lássam a szeretteimet. Kérem, segítsen. Annyit mondhatok, hogy itt vagy a mexikói alvilágban, és mindaddig itt is tudsz maradni, amíg a szeretteid emlékeznek rád, és kint vagy otthon, a saját oltárukon. Amint elfelejtettek téged, eltűnsz innen is, és a további sorsod ismeretlen. Úgyhogy siess, nincs sok időd, hogy megtaláld az innen kivezető kaput. Önre emlékszik valaki? Emlékezz rám, szívem csúting felír, emlékezz rám, és ne sír most ezért, hisz elfalhatnak útjaim. Köszönöm. Minden jót. Szívesen. Tiszteletem. Jó napot kívánok. Ez az a bizonyos kapu? Attól függ, hova akar menni? Vissza az élők világába. Ez az a bizonyos kapu. És mit kell tennem, hogy átjussak? Három kérésekkel kell megfelelned, hogy bejuss el az élők világába. Elébb állok. Az első kérdés, mi ez? Nád. Helyes. A második kérdés, ha a mosómedve alszik, akkor mikor mos? Fúha. Megfogok. Suni után? Nem. A kémény. Oh. Jó, jön a harmadik, a legfontosabb kérdés. Ha erre tudod a választ, akkor be tudlak engedni az élők világába. Ki okozta a halálodat? Hát anyu, téged sem a szívrom fog elvinni, az biztos. Neked se az összevezted. Hát... az amigo. Helyes. A szemüveg nem jó köszönése, viszont látásra. Thank you. Azért maradjon már valami jövőre is, de most lássuk a bakikat. Lehet, ne? Csakó. Na! Ilyen kémű dövel, amikor tavarodik három kis a dövel. Nálam. De mondom, ne mozorogjál már! Mehet! Marci, maradjon már valami! Marci, azért maradjon! Armand, Marci, azért...